A központi üzenet, amint látható, fedezze fel újra 2013-ban, mármint hogy Székesfehérvár. Február 28-án veszi kezdetét Budapesten az utazás kiállítás. Az idei seregszemlén Székesfehérvár ismét egy önálló standdal képviselteti magát. Visszafogott, elegáns, ám azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hatásos megjelenése lesz a standnak. Nagyméretű plazmafalon futó animációs film fog az augusztusi történelmi rendezvénysorozathoz kedvcsinálót szolgáltatni, és különböző 3D-s installációs elemek fogják erősíteni azt az üzenetet, amelyet megfogalmazunk. Az idei évben hatalmas nagy dolgok történtek, illetve történni fognak. Székesfehérvár standjának fókuszában a Szent István emlékév áll majd. Rengeteg hagyományos és új programmal is várja idén a látogatókat a királyok városa. Újdonság lesz ebben az esztendőben például a 7-7 játékfesztivál, amely a gyereknap kibővített programja lesz. Régi új rendezvény lesz a királyi napok, régi abban a tekintetben, hogy a néptáncfesztivál is, bár módosult időponttal része lesz, új pedig azért, mert részévé válik egy történelmi játék. Az idei évtől szeretnénk elindítani a város történelmi múltjáról, történelmi hagyományairól, ahhoz kapcsolódó nagy történelmi ünnepi játékot, amely természetesen több napos, különböző helyszínein a városnak felvezető programokkal, illetve majd levezető programokkal, de a fókuszában három nagy elem állna, egy hatalmas nagy történelmi felvonulás, egy koronázási ünnep, és a Romkert nemzeti emlékhelyen pedig egy úgynevezett fényünnep. A Közép-Dunántúli régió standját február 28-án csütörtökön 14 órakor nyitják meg. A Székesfehérvárt bemutató 30 négyzetméteres stand az Á pavilonban kapott helyet.